A jövő nem végleges. Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed, üzente ezt magának John Connor a jövőből a Terminátor 2-ben. Aztán felrobbantották a kiberdint, hogy megváltoztassák a jövőt, azaz az emberiség pusztulását. Ám a következő epizódban kiderült, hogy a jövőt, azaz a pusztulást és a hanyatlást csak elodázták. A kérdés az, hogy Magyar Péterrel a jövő megváltoztatható, vagy a végzetet, az illiberális populizmust csak elodázzuk, és az végül így is úgy is bekövetkezik. Persze ezt a kérdést ma megválaszolni nem tudjuk, de október 23-án arra talán kaptunk némi infót, hogy a következő választásig milyen lesz az a jövő. Én Csillag Dávid vagyok, tartsatok velem! Orbán Viktor október 23-as beszédében ügyesen zsonglőrködött az Orbán Balázs által lerakott történelmi aknák között. A maga módján magasztalta az 56-os dicsőséget, a hősöket, a nép küzdelmét. Csak azt felejtette el aláhúzni, hogy kik álltak a barikádjaink túloldalán. Azt hiszem, egyszer talán belesúgta a mikrofonba, hogy a szovjetek. De aztán jött egy nagy bakugrás, és 56-ból levezette, hogy az orosz-ukrán háborúhoz való bármilyen szolidaritás értelmetlen háborúpárti árulás. Legalábbis nekem ez jött le. Viszont volt még valami. Az oroszok felelősségét ismét kifelejtve úgy szőtte a mondatait, hogy abból a hallgatóságnak az jöhessen le, hogy az Európai Unió az, ami támadja Oroszországot. Tehát az EU nem védi Ukrajnát, akit az oroszok ugye megtámadtak, hanem az ukrán szabadságharcon átlépve az EU Oroszországgal való szembenállását emelte ki a beszédében. Az ukránok csak ott jöttek elő a beszédben, amikor Orbán elkezdte félremagyarázni a Zelenszkij-féle győzelmi tervet. Itt Orbánnak az lehetett a lényeg, hogy az ukránokat egy számunkra, a magyarok számára egy fenyegető szláv népként fesse a falra. Gondolom ez azért kellett, hogy a fejekben az együttérzés írmagját is kiírtsa. Azt csak én teszem hozzá, hogy egyébként Orbán tényleg megtesz mindent azért, hogy az ukránokat magunkra haragítsuk. És mivel Orbán ezt a hergelést várhatóan folytatni is fogja, hát érthető, hogy nem szeretne egy erős ukrán hadsereget. Viszont ez a felfestett jövőkép, hogy az ajtónkon majd kopogtatnak a szláv katonák, így Orbán viselkedése alapján nekem inkább egy önbeteljesítő jóslatnak tűnik. Ám ebből a jóslatból nincs kizárva az sem, hogy a kopogtató szláv katona végül orosz lesz. Na mindegy. A lényeg, hogy az Orbán beszéd a szokásos befelé forduló, csak a sajátjainak beszélő már jól bevált riogatás volt. Ahol a nyájat már nem a fejlődés és a növekedés eszméi tartják egyben, hanem a rettegés és a félelem. Ahol a nyájnak már nem a siker és a jólét a célja, hanem épp a háborús riogatás miatt az egyedüli cél az elemi ösztönök kiszolgálása. Azaz a béke és a krumpli leves. Na már most, ha a népnek csupán ennyi a célja, itt 2024-ben az Európai Unió tagjaként és a jóléti nyugat részeként, akkor a léc bizony alacsonyan van. Olyan alacsonyan, hogy még Orbán is megugorhassa, kettlebellezés nélkül. Ehhez persze az kell, hogy Orbánnak ne legyen egyrészt alternatívája. Másrészt meg az kell, hogy Orbán elhitesse a nyájjal, hogy ők nem érdemesek másra. Csak arra, hogy hagyják őket békén, és megkapja mindenki szépen a krumpli levest. A csakis a sajátjainak szóló és befelé forduló beszédéből nekem az jött le, hogy Orbán taktikája jelenleg a tábor egyben tartása. Egyfajta szellemi karám felhúzásával. A karám egyik fontos eleme, hogy az alternatívát, azaz Magyar Pétert külföldi ügynöknek lehessen beállítani. Aki annak az Európai Uniónak az EP képviselője, amely szervezet egyébként a szövetségesünk. Másrészt meg ennek az Európai Uniónak a soros elnöksége éppen magyar, amivel szeret is üzérkedni Orbán Viktor békemisszió álnéven. A kérdés tehát az, hogy Orbán el tud-e érni eredményt azzal, hogy magyart ügynöknek, árulónak titulálja. El tud-e eredményt érni azzal Orbán, hogy azt az embert árulózza, akinek legalább van esélye arra, hogy hazahozza az uniós pénzeket?
Főleg, ha azt nézzük, hogy Orbán egyetlen eredménye az volt eddig, hogy neki köszönhetően ezeket a pénzeket befagyasztották. Ha lehet hinni a mostani kutatásoknak, akkor úgy néz ki, hogy a fideszes tábor, akiknek elég a krumplileves, az 2026-ban most kevés lesz ahhoz, hogy a Tiszát megállítsa. És Orbán csak akkor maradhat pozícióban, ha osztogatni kezd. Tehát valahonnan pénzt kell szereznie, hogy a szükséges szavazatokat megvásárolhassa. Hasonlatosan ahhoz, ahogy ezt 22-ben is tette. Ami jelentősen hozzájárult mellesleg ahhoz, hogy a költségvetés a következő 4 évre szépen a földbe fúródjon. Újra ez volna a terv, jobb ebbe bele se gondolni. Magyar Péter 56-os beszéde Orbánéhoz képest nyitott volt. Tehát nem egy olyan beszéd volt, ami az ország népét olyan kasztokra bontja, hogy ki az áruló és ki nem. Az ország népét a nemzet részeként kezelte egységesen. És nem próbálta baltával kivágni belőle sem a fideszes tábort, sem a Fideszen kívülit. Amíg Orbán a sáncok építésére szólított, korábban meg arra, hogy mindenki legyen véres a Tisza elleni küzdelemtől, addig Magyar Péter igyekezett minden réteget megszólítani. És felszólítani, hogy dolog van. Orbánnal ellentétben nem az volt a sugallat, hogy maradj szépen a seggeden, és akkor kaphatsz krumplilevest, hanem az volt a sugallat, hogy változni kell, amitől ugye a legtöbben félnek. Zárójelben jegyzem meg, hogy éppen ezt a változástól való félelmet lovagolja meg Orbán nemzeti konzervatív köntösbe bújva. Miközben pont, hogy végbe megy a legnagyobb változás. Azaz, hogy kisodródunk keletre. Na, ezt a változástól való félelmet Magyar úgy próbálja feloldani, legalábbis szerintem, hogy magát a változást a nép egyszerű gyermekeivel próbálja eladni, véghez vinni. A nép gyermekeivel akar ötletelni. Mindegy, lehet ezt bárhogyan megfogalmazni, szépen és kevésbé szépen. A lényege az, hogy Magyar ezt a változást a nép bevonásával tervezi. Szemben azzal, ahogy egy szűkülő, gazdagodó elit trónol jelenleg az országunkon a változatlanság jegyében. Persze az, hogy Magyar retorikája ilyen bevonó jellegű, az nem véletlen. Mert hát 26-ig fel kell tölteni valahogy a Tiszát kellő mennyiségű és minőségű káderrel. Egyébként Magyar azt hozta a beszédében, amit vártam. Volt Orbán ostorozás, reflektálva ezzel a múltra és a jelenre. Volt bejelentés, bevonás, ami mozgósítja a tábort, és talán túl is nyúl a meglévő tömegen. És volt egy kis lebegtetés is arról, hogy mi a Tiszás kormányzás víziója. Azaz volt egy kis jövőkép mutogatás is. Ami meg azért jó, mert lehet rajta majd szakmázni. De bármit is mondott. A beszéd épp elég volt ahhoz, hogy a következő hetekben a média figyelmét Magyar Péter magán tartsa, és így megmaradhasson a Tiszás lendület. Ha tetszett a videó, lájkolj és kövessél. Ha szeretnéd támogatni is a munkámat, használd a köszönet gombot. Köszi!